Na szerbusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk most már szlovák oldalon, jelenlegi szlovák oldalon, ugye nem volt ez mindig így, de ma már így van. Komárno, azaz Komárom, vasútállomás szlovák oldalról. Ugye a vasútállomásról igazából annyit érdemes tudni, kicsit körbenéztem, hogy van neki egy pozsonyig tartó pályája, van egy Komárom Gúta, ha jól néztem, ami ma már megszűnt, 2003-ban a személyforgalom megszűnt rajta, 2007-ig volt rajta még teherforgalom, majd 2007-ben a teherforgalom is megszűnt rajta, illetve van egy Érsekújvárig levő szakasza, ami utána az tovább megy Nyitra irányába, úgyhogy ez a három vasútvonal indul innen tulajdonképpen. És az az érdekessége, hogy ahogy néztem, hogy ez a Dunaszerdahely-Pozsonyi vasútvonal, ez egy egyvágányú pálya. Én meg is lepődtem, mikor ezt olvastam, mondom, Pozsonyig egy egyvágányú pálya innen Komáromból. Jó, hát mondjuk Komárom relatíve végül is egy kisváros, de akkor is meglepődtem, megmondom őszintén, úgyhogy most megnézzük szépen itt a vasútállomás. Sajnos ez a hétvége a szélzajja együtt zajlik, megtörténik, mert hát ilyen az időnk. Ne haragudjatok, ezzel ellen nem tudok mit tenni. Na és hát ilyen a váró, nagyon-nagyon kellemes, és nézzétek meg, milyen képek vannak itt, eszméletlen szép, nagyon-nagyon, ó, érdekes gépek is vannak itt, nagyon-nagyon-nagyon kultúrált egyébként, le a kalappal, és akkor hát nézzünk olyan gépeket, amikről sokról biztos fogalmam se lesz, tessék, itt megy el, érdekesség, egy Desiro. Siemens Desiro. Sárgában, gyerekek. Azért az a nem semmi, gyerekek. Egy sárga Desiro. Én még nem láttam sárgába ezeket. De ez az, igen. Tehát ez... Esküszöm, ez a szín az embert meg bolondítja, de hát ez egyértelműen az. Úristen, gyerekek. Én nekem ez egy hatalmas élmény. Én soha nem láttam ezt még más színezetbe. Bratislava. Hát, megnézzük előről, milyen így ebbe a... Ó, közben egy metrancos mozdony itt elsúhant. Súhant, nem tudom miért mondtam ezt, így ne haragudjatok. Hát ez nem semmi, gyerekek, ez nagyon tetszik nekem. Nagyon patent így sárgába. És akkor ez a állomás épület a másik oldalról. Amúgy hihetetlen, hogy akárhányszor, nem, Sturó volt kivéve, de akárhányszor Szlovákiában videóztam vasútállomás tekintetében, például Ipolyságnál is, és ugye ezek a helyek, ezek nem azok a Szlovákia valóban, tehát ez átész a határon és ott vagy, és bőven magyar lakta terület volt ez még XY éve. És hogy mindig cseszegetik az embert, értitek, az ember videózik a peronról, tehát nem az, hogy a vágányon, az űrszelvénybe állok nyilván, tehát itt még annyit sem engedek meg magamnak, mint otthon. Nyilván otthon sem vagyok én senki, nehogy félreértsétek, csak hogy nyilván az ember otthon még úgy van vele, hogy jó, hát most ha van valami tré, akkor nagy gond nincsen. De nyilván egy másik országban is nem akarja ezt eljátszani, de hogy itt mindig rászólnak az emberre, értitek, csak azért, mert videózok, hogy van-e engedélyem, ugyan már vasút, mondtam is egy Palinak, mert magyarul mondta, mondom, itt vagyunk, egy vasútállomáson, mondom, van-e engedélyem, hogy telefonnal levideózom a Desirót, mondom, adjuk már. Mondom, valószínűleg ön is azért ment vasutasnak, mert szereti ezt az egészet, én meg imádom ezt az egészet, és fotózom, videózom, mondom, ez olyan nagy probléma, azt végül ennyibe maradtunk, meg ott hagytam. Úgyhogy, na mindegy. Tényleg érdekes, hogy Ausztriában soha senki nem szólt még rám, pedig onnan is készítettem már jó pár videót. Na hát itt meg egy rakodó. Elég rossz állapotban. De... Hát igen, ez valószínűleg úgy lehetett, hogy a másik oldalról ugye odaállt a szépen a vagon. Le tudták pakolni. És valószínűleg, hogy ide ez azért kellett ekkora terület, mert hogy ide felállt mondjuk a... Felállt mondjuk egy autó? Nem, most ezt lehet, hogy hülyén mondom, tehát ezt nem tudom. Szírjátok meg nekem, hogy ezek hogy is működtek ezekben, nem vagyok nagyon otthon. A Desiro egyébként még benne áll. Nagyon klassz gyerekek, tényleg. Isten ilyen néz ki.
Egyébként gyanítom, hogy már most is olyan helyen vagyunk, ahol nem szabadott volna bejönni, de hát toljunk rá, gyerekek, majd ránk szólnak, ez kész. Itt van mellette egy elhagyott vágány, ezt nézzétek meg, és ha tetszik nekik, hanem meg fogjuk nézni azt a kis mozdonyt, ami ott áll. Vagy kis szerelvényt, vagy nem tudom, vagon volt, az mindjárt kiderül igazából, mert itt áll ezen a mellettünk, itt van a dzsundzsásban egy vágány, ha látjátok, de szerintem látjátok, hát persze, hogy látjátok. És itt áll rajta egy gép. Ez egy, nem tudom, hogy mi. Furán néz ki. Majd megírjátok, mert gőzöm nincs. De ez visszamegy ez a vágány a fővonalba. Nem tűnik egyébként olyan nagyon lepusztultnak. Sőt. Free VP. Nem tudom, mi lehet ez. Most nagyon nem akarok itt feltűnést kelteni, megmondom az őszintén, mert szerintem baromira nem lehetnénk itt. Így is. Ó, valami. Eljön. Mozdony. Hát bocsi a szélzaj miatt, srácok. Úristen. Hát tényleg ne haragudjatok, nagyon erős a szélzaj. Egyébként látjátok, itt van a vágánynak a vége egy földkúpban, meg egy vörös tárcsával végződik. Egyébként persze az embernek úgymond nem az, hogy nagy a szája, hát most mi történhet egy ilyen helyen, az emberre semmi rászólnak, csak az a baj, hogy ugye egy másik országban vagyunk hivatalosan, ergo, hogyha itt ráhívják a rendőrséget, itt úgy megszivattak apám, hogy szopsz, mint a torkos borz, és most elnézést a fiatalkorú nézőimtől, úgyhogy az embernek itt vissza kell venni a... Tehát még akkor is, hogyha úgymond igazad van, vagy semmi rosszat nem csinálsz, akkor is óvatosan kell eljárni, ezért is siettem én onnan arról a területről. Sajnos ez így működik. Meg tudnak ám szivatni, csak azért, mert nem abban az országban laksz. Na, odalent pedig egy Arriva járat. Pihenget ott az árnyékban. Hát itt ez a vasútállomás környéke, ugye. Hát Komárom azért nem a legszebb város, se magyar részről, se szlovák részről. Tehát nem tartozik azért az elitbe, de nem is lehet azt mondani, hogy lepusztulsz, de tipikusan tetszik, kimondottan tetszik a vasútállomásnak az épülete egyébként. Tehát ha azt veszük, és akkor ezt el kell ismerni, szerintem, hogy sokkal kedvezőbb és sokkal kulturáltabb, mint a mi oldalunkon. Úgyhogy kimondottan tetszett is egyébként. Gondolom ezernyi busz jár innen. És érdekes módon, ezt pusztán az egyet láttam. Na és akkor eljöttünk a másik végébe. Az előbb ide biciklizett egy hölgy, úgyhogy gondolom itt át lehet menni, vagy nem tudom, hogy ez hova vezet konkrétan. Mindegy, megnézzük. És ezt nézzétek, milyen autó megy elő. Ezt nézzétek, gyerekek, azt a mindenit, egy Skoda. Fú, de imádtam ezt, gyerekek. Gyerekkoromban az egyik kedvencem volt. Bármi erőhelyes. És itt is egy rakodó, mert közben még megtanulok beszélni egyébként. Hát. És itt is egy vágány, amit már jó rég nem használnak, és a sárga dezíró az még, dezíró, az még mindig ott áll bent, meg a metranszos mozdony, meg itt van egy vagon, ami 1000 éves, itt rohad. Hát gyerekek, ez a komáromi vasútállomás. Ugye egyébként a szlovák vasúthálózatról annyit érdemes tudni, hogy ó, gyerekek, azt hiszitek, az ott egy fordítókorong. Egy fordítókorong, hát oda sajnos nem fogunk tudni elmenni. Szóval a vasúthálózatról annyit kell tudni, hogy sokkal rosszabb állapotban van, mint a miénk. Tehát ugye az összességét nézve, és nem arról van szó, hogy most konkrétan itt Komáromban milyen, vagy Pozsonyban milyen, hanem úgy összességét nézve egyébként sokkal rosszabb állapotban van hivatalosan. Tehát ez nem az én véleményem, hanem ez a hivatalos sztori. Azért nézelődöm egyébként, és közben az meg egy gőzös itató, én csak így hívom. Hát igen, vannak itt 1000 éves dolgok, nem mintha nálunk egyébként ne lenne. Babakocsia dzsumbújba. Na jó van, srácok. Én megköszönöm nektek a figyelmet, és
találkozunk egy következő videóban. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, írjátok meg a véleményeteket, támogatná PayPal Patreon a leírásba, meg stb. Stb. Jó, srácok, úgyhogy ennyi lett volna ez a kis túra itt Komáromban, mind a két vasútállomást megnéztük, és ahogy mondtam, ugye hátul a Dunán a vasúti híddal össze van kötve a két állomás területe, vagy hát a két állomás, jobban mondva. Hogy ezt milyen célra használják, azt nem tudom. Úgyhogy erről nyugodtan tájékoztathattok. Nem sok információt találtam magyar oldalon, a szlovák oldalon lévő vasútállomásról egyébként, ez az érdekes, úgyhogy ennyi többet nem tudtam nektek összerakni ebből. Na, egy videón belül már kétszer szóltak rám, úgyhogy hihetetlen, gyerekek. Na, sziasztok!